Csapatunk 2-0-ás győzelmet aratott vasárnap a Kazinc Barcika ellen. A sikerből csapatkapitányunk Balajca Szabolcs is kivette a részét, hiszen több alkalommal bravúrral védett. Szabolcs értékelte a találkozót. Ugye ez az első idegenbeli győzelmünk, ami elég sokat váratott magára. Egy szervezett csapattal találkoztunk, tudtuk, hogy a Kazinc Barcika egy nagyon masszív csapat, ugye felkerülő csapat volt, de ennek ellenére a harmadik, negyedik, ötödik helyen tanyázik a bajnokságba, és tényleg egy olyan csapattal találtunk magunkat szemben, akik nagyon szervezettek voltak, de ellenben mi is nagyon szervezettel játszottunk a mérkőzésen. Kivárásra játszottak, mi is inkább ezt a taktikát választottuk, hogy kicsit kivártunk, és megint beigazolódott, hogy ugye nagyon jók a pontrugásaink, és ebből sikerült eldönteni a mérkőzést, ugye 5 percen belül rögtünk két pontrugás volt, és utána nagyon szervezetten jó védekezett a csapat. A Kazinc Barcika mindent egy lapra feltéve támadott, ugye volt egy pár lövésük vagy helyzetük, de nekem, vagy nekem sikerült védeni, vagy a védőknek blokkolni, úgyhogy én úgy érzem, hogy megérdemelten nyert a csapat. Csapatkapitányunk arról is mesélt, hogy a két létfontosságú győzelem után változott-e a hangulat az öltözőben. Ugye mindenképpen azt kell mondani, hogy ilyenkor sokkal jobb hangulat az öltözőbe. Ugye két győzelem után vagyunk, de én ide veszem a Nyíregyháza meccset is, és ez azt jelenti, hogy 4 meccsben ugye 3 mérkőzésen nyertünk. A bajnokság elejét kicsit elrontottuk. Ezeknek az okairól nem szeretnék beszélni, hogy ez hogy volt, miért volt. Ez egy olyan, mint egy hálószobatitok, úgyhogy de ezt lekezeltük. Én remélem, hogy most már arra az útra lépett a csapat, ami még több győzelmet fog hozni. Jó a hangulat az öltözőbe, ugye győzelmek összehozták a csapatot, már nagyon várjuk a Szeged elleni mérkőzést, amit mindenképpen meg szeretnénk itthon nyerni. Szabolcs azt is elmondta, hogy milyen mérkőzésre számít a Szeged ellen vasárnap. Ugye a Szeged az utolsó 10 mérkőzéséből azt hiszem 2 döntetlent játszott és 8 vereséget szenvedett. Ők is úgy fognak idejönni, hogy gondolom nem akarnak télen kieső helyen telelni vagy pihenni, ha lehet így mondani. Nehéz mérkőzésre számítok, nekünk ugyanolyan koncentrációval kell pályára lépni, mint a Soroksár vagy a Kazinc Barcika ellen. Nem szabad nekünk senkit lenézni. Én bízom benne, hogy a játékosok ugyanolyan összeszedetten fognak futballozni, mint az előző két meccs. Szabolcs számára nagy váltás volt a nyár, hiszen az NB1-es Újpesttől igazolt az NB2-es BFC-s Jófokhoz. Hogy érzi magát nálunk? Íme a válasz. Nagyon gyorsan befogadtak Siófokon. Ugye csapatkapitány is lettem egy hónap után, ami ha bárki bármilyen csapathoz megy, az nagyon nagy megtiszteltetés. Ez számomra is rettenetesen nagy megtiszteltetés, és jól érzem magam Siófokon, főleg most már jönnek az eredmények is, de az eredmények ellenére is egy családias klubba kerültem, ahol tényleg az első perctől befogadtak. Mint csapatkapitány úgy érzem, hogy elfogadnak, hallgatnak rám a játékosok, úgyhogy még egyszer csak ismételni tudom magam, nagyon jól érzem magam, és motivált vagyok. Élvezem az edzéseket, úgyhogy most a Siófok sikeréért küzdünk, úgyhogy remélem, hogy minél feljebb megyünk a tabellán. És vélhetően még jobban fogod magad érezni, hogyha a Kazinc Barcika után a Szeged meccset is lehozott, kapott gól nélkül, és győztesen jöttök le a pályáról. Ez a cél, igen, most, hogy nem kaptunk gólt ugye ezen a mérkőzésen. A vezetőedző folyamatosan ezt hangsúlyoz és súlykolja belénk, hogy a lényeg az, hogy kapott gól nélkül lehozzunk meccset, ez most sikerült. De ha kapunk gólt is, és rúgunk rá kettőt, az ahhoz senki nem fog bánkodni szerintem. Ezt a mérkőzést is meg szeretnénk nyerni, hogy tényleg még feljebb megyünk a tabellán.